Ez egy spontán megoldulás, hogy sajnos 72 órával a Gyurcsány érkezés előtt nem érkezik. De lehet, hogy már téged megölelt. Nem tudsz, hogy megjelenteni a helyőségnek. Aki értesült róla, meghalott fel, eljött összeverítünk néhányan. Hát, hogy mi az oka? Hát ezt aztán nem kell kérdezni Magyarországon, hogy mi az oka annak, hogy Gyurcsány Ferenc ellen valaki tiltakozik, vagy megvagyolást szervez, vagy esetleg hangoskodik az utcán. Mert ugye Gyurcsány Ferenc az, aki ezzel a katasztrofális eladósítással, mély válságba és erkölcsi válságba is szorult az országot. Én azon csodálkozom, hogy ebben az országban még van olyan hely, ahol szívesen látják, ahová meghívják. Hát röstellem, hogy Halas is ilyen hely. Mert valószínű, hogy az is motiválja, hogy szívesen jön Halasra, hogy de persze van a nyírgen! Hogy Csustrág hallgatott, és így egyelőre elkerülte a fegyházat Gyurcsány, és ezért hálálkozott a Halasra. Ez lehet az egyik oka, másik meg úgy talán valami új pártot szervez. Ez rendkívül szomorú lenne, hogy sikerülne. Hiszen Gyurcsány Ferencnek, mint nemzetárulónak nem itt lenne a helye szabadlábon, hogy szervezkedhessen, hanem egészen másutt. Még emlékezünk ugye arra a december 5-i szavazásra, az ő gyalázatos. És az 56-osok az emlékbizottság nevében nyilatkoztam. Köszönjük egyet! Adjon az Isten! 56-osok különösen a kurvanyát! Szent jövőt! Egy picit gyerekek a csendben van egy gyakor. Na mindegy. Nem tudom, kik ezek a fiúk. Tehát jöttartosok különösen érzékenyek vagyunk arra, hogy az 50. évfordulón, az 56-os polgári szabadságharc 50. évfordulóján gyalázatosan vérbe kiporta a ünneplést. És érdekes, hogy ennek a gyalázatos tettnek, aminek ugye nyilvánvaló első számú felelőse Gyurcsány Ferenc, ennek a hullámai nem csaptak olyan magasra az Európa Unióba és nemzetközi szinten se, mint a sokkal kisebb jelentőségű média botrány, ugye, amit most kavarnak. Ez óriási aránytévesztés az Európa Uniótól, de tudjuk ezt az arányt valahonnan. Gyurcsány Ferenc úgy jött a sajtótájékoztatóra, hogy az önök megmozdulását úgy véleményezte, hogy fiatalok. Hát, ön ennek mi erről a véleménye? Hát, nézze, az lenne a jó, ha főként fiatalok ütemlének Gyurcsány ellen, mert az azt mutatná, hogy végképp nem sok jövője van neki. Tehát itten sajnos vagyunk néhányan nemrég volt fiatalok is, akik ugyanúgy nehezen viseljük a jelenlétét. Mi az a lekezelő hang ennek? Az ő részéről? Önöket komolyan. Miért így viselkedett? Hát ezen én nem csodálkozom, hogy így viselkedik, hiszen ez a mentalitás az egész népet lekezelte, és példátlan erőszakkal kezelte. Hát látott ön már olyan ünneplést, hogy kordonok mögött, meg többes kordonok mögött kell egy államfőnek megjelenni, és félni kell. Hát ő végig a kormányzása alatt félt, reszketett a saját népétől. Hát népe azért az ilyen.
Köszönöm szépen.